ma összeértek az események. A Bekes Táncegyüttes korábban is már mondta, hogy szívesen eljönne, és pályázati úton nyertek is erre támogatást, illetve mi is szerettük volna őket már látni, és ez a táncszínház, ez valóban egy sajátos felemelő élmény, ami azt gondolom, hogy mindannyiunk számára sikert hozott, vagy legalábbis nagy élményt adott, akik itt voltunk, hisz a táncnyelvén az elmúlt 100 évet megtapasztalhatta mindenki a lelkében. Egyébként véletlen szerintem mutatja azt, hogy mennyire életképes és élni akar ez a kárpátai magyar közösség, hiszen a mai nap folyamán sok minden történt. Beregszázba, Kárpátalja szerte, Nagyberegen szavaló verseny volt, ahol a Pedagógus Szövetség rendes évi szavaló versenyének a döntője ért véget. Ezzel párhuzamosan számos esemény zajlott a főiskolán, a téren, amivel a Prokultúra szervezte, a főiskolán a magyar tanszéki csoport szervezésében volt egy irodalmi előadás, ahol a főiskolás fiatalok mutatták meg magukat 3 órától, majd kihirdették a versés próza pályázat eredményeit. Itt jeligésen pályázott 25 fiatal, remélem hamarosan a sajtóban megjelennek ezek a versek. A zirogató ifjúság, az utánunk jövő korosztály, és ezután pedig az egész nap, ami a versről, a versünnepről szólt, a magyar szóról, a magyar költészetről, magyar költészetben rejlő értékekről, filozófiáról, a magyarság lelkivilágáról, annak valóban csúcsa volt az, hogy a vers és a tánc ötvözetével hogyan lehet elmondani mindazt a kisember tapasztalatát, amit 100 éven keresztül a Kárpát-medencébe átélt. Örülünk, hogy a Bekecs elfogadta, és pont erre a napra fogadta el a meghívásunkat. Remélem nem először találkozunk még velük, hiszen ezeket az előadásokat, ezt az előadást másutt is meg kell nézni, illetve az előadásait más kárpátaljai városba is be kellene majd mutatni.